Sziasztok, sziasztok! Itt Pörki Perot jelentkezik egy újabb tutoriál videóval. Ezúttal egy pofás kis cyberpunk bázist fogunk építeni, úgyhogy kössétek fel a gatyát. Lépésről lépésre fogunk haladni, de hogyha túlélőben akarjátok megépíteni ezt a házat, akkor először nézzétek végig a videót egyszer. Na de ugorjunk is a tutoriálhoz! Itt is vannak a blokkjaink, amiket használni fogunk. Ezeket csoportosítottam a ház elemei szerint. 4 szint lesz, plusz azok a blokkok, amiket az utakhoz és a külső díszekhez használunk majd. A szintek ugyanakkora 9x9x6-os kockákból fognak majd állni. Kezdjük ezen a szélén. Ez egy 6 magas, 9x9 széles, világos szürke betonelem lesz. Ezután fedjük be a tetőt is. Most fogjuk a kezünkbe a kiégetett kvarc lépcsőt, és rakjuk össze az ablakkereteket. Ezek a kocka 5. blokkján kezdődnek, és a párkány a legalsó blokkra megy, fejjel lefelé fordítva a lépcsőt. 3 blokkot kihagyunk, és mehet a következő. A többi oldalra ne rakjunk, csak erre a 2-re, viszont a szemből jobb oldali részre mehet egy bejárat, ami a hátsó blokktól számítva 1 blokkra kezdődik, 3 széles, 3 magas. Az ablakeretek között cseréljük ki a beton tengeri lámpásra, majd a 2 pár lépcső közötti részt töltsük ki ciánkék üveggel. Szemből húzzunk át a kockán egy szürke gyapjú keretet. Vascsapóajtóval vegyük körbe a szintet pontosan az ablakok fölött. Kész is az első szint. Oké, a második egyszerűbb lesz, szimplán ez a 3 blokk kell hozzá. A jobb saroktól átlósan 3 blokkra helyezzük el a 9x9x6-os kocka első elemét, majd húzzuk fel az egészet narancssárga betonból. Látjátok, így ez az elem kicsúszik egy kicsit balra és hátra. Ragadjuk magunkhoz a narancssárga agyagblokkot, és törjük meg a falakat ilyen kiálló elemekkel. Próbáljátok meg az általam felvázolt formát, ugyanis ez a legbiztosabb. Ha ez megvan, vascsapóajtókkal fedjük le alul-felül ezeket a részeket. Ez látványosan elhatárolja a 2 narancs színű árnyalatot. A harmadik szint bonyolultabb. Többfajta blokk is kell hozzá, úgyhogy itt mindenképpen figyeljetek. Az alsó sáv világos szürke betonból van. A bal hátsó sarokból indulunk, 2-t jobbra, 4-et pedig előre. Amint kész van ez az alsó lap, váltsunk szürke betonra és egészítsük ki a 9x9x6-os kockánkat. Ha ez is megvan, a világos betonnál vegyük körbe a szintet fejjel lefelé fordított, csiszolt andezit lépcsővel. Egy blokkot kihagyva, gyapjúval díszítsünk mind a 4 oldalon úgy, hogy a falak közepén 3 blokknyi hely üresen maradjon. Kőlappal szegélyezzük a falakat, 1 blokkal feljebb, majd egy második adaggal fél egység távolságra ismételjük ezt meg. Ezek tetejére mehetnek vascsapóajtók. A levegőben lógó rész aljára cobblestone falakat rakjunk egy-egy blokk távolságra egymástól, azokra rácsot, arra pedig endrodokat. Én szemből építettem egy neon feliratot P mint Pörki, de ti bármilyen betűt használhattok. Az utolsó szinthez sötét szürke betonport, égetett kvarcot, csapóajtót, diorit falat és redstone blokkot alkalmazunk. Ide egy 5x3x3-as, átlósan megépített elemet rakunk, majd a falak tetejére mehetnek a kvarcoszlopok, köré és közé a csapóajtók, végül ide középre egy egész kvarcblokk, rá 3 diorit fal és a redstone.
Ez így magában is elég szuper, de egészítsük ki. Egy-egy kő kerüljön az épület jobb oldalára, a képen látható módon. Azokra emeljük fel az oszlopunkat két-két andezit falból és egy-egy vésett kőtéglából. Ezek közé pakoljunk pókfonalat, amik megtartják majd a sötét szürke szőnyegeket. Én végül építek pár utat és bokrot, csak hogy könnyebben el lehessen képzelni, hogy ez a kis épület a városotok része. Nos, ezzel meg is volnánk, remélem, hogy tetszett nektek ez a mini Cyberpunk épület. Hogyha igen, akkor mindenképpen dobj egy lájkot, valamint iratkozz fel, ha még nem tetted, és a szokásos videós blabla. Jók legyetek, legközelebb találkozunk, sziasztok!